Rég volt már új összetört álmok epizód tőlem, pedig az eddig közzétett három videó elég nagy sikert aratott, és alaposan felkavarta az érzelmeket. Mivel egy ideje egyre többen érdeklődtetek afelől, hogy mikor folytatódik a sorozat, úgy gondoltam, hogy itt az ideje leporolni, és egy méltóan vérfagyasztó negyedik epizóddal bővíteni a sorozatot. Ebben a részben nem csak az időben, hanem a gyilkos, beteg elme sűrűjében is visszamegyünk, mert egy olyan esetet fogok elmesélni, ami több mint fél évszázada történt ugyan, de a mai napig az egyik legbrutálisabb eset, ami valaha történt a magyar kriminalisztika történetében. Már most jó előre szólok, hogy a videó felkavaró lesz, különösen szülők számára. Egy olyan hidegvérű nőről lesz szó, aki a halál kútját építette fel a saját otthonában, melyet a szó szoros értelmében véve emberekkel etetett. Amikor pedig lebukott, a sokat látott helyszínelők is felfordult gyomorral és földbe gyökerezett lábakkal szinte önkívületben tapasztalták meg, miféle borzalmakat tett Jancsó Ladányi Piroska Mária, anyakönyvezet nevén Ladányi Piroska Mária. A továbbiakban pedig csak Ladányi Piroska. 1953 és 1954-ben 5 tizenéves lány tölt meg Törökszent Miklóson leszbikus nemi vágyainak kielégítésére és a nyereségvágy miatt. A tetemüket pedig a már említett emberevő kútba vagy aknába dobta. Kezdjük hát rendkívüli utazásunkat egy beteg elme mélyére. Járjuk végig az utat a pokol legmélyebb bugyrába. Ha valakit megpróbál az ember megérteni, érdemes megérteni azt, hogy mind mehetett keresztül, mi váltotta ki belőle a későbbi tetteit. Bár a gyilkos elme tetteit erkölcsileg is lehetetlen elfogadni vagy megérteni, a mögöttes összefüggéseket meg kell próbálni átlátni. Így talán a jövőben nem csak megelőzni lehet egy hasonló tragédiát, de emberéleteket is lehet menteni. 1934-et írunk, amikor egy január 15-i napon Jancsó Borbála és Jancsó János gyermekeként felsírt későbbi hidegvérű gyilkosunk. Elgondolkodtató az, hogy vajon valaha gondolhatták a szülei, hogy egy igazi szörnyeteget dédelgetnek. Ez egyébként nekem személy szerint sokszor eszembe jut, hogy valaha a legkegyetlenebb gyilkosok is voltak csecsemők. Egy korábbi videómban már filozofáltam arról, hogy ebben a korban az ember a legtisztább lény, tulajdonképpen bűn, ideológia és mindentől mentes szemmel tekint a környezetére. Még nincs predesztinálva a környezete, a génjei, a vele való történések által. Hitler, Madonna, Michael Jackson vagy épp Stalin is ugyanolyan esélyekkel indult egy másik merőben eltérő életre. Ebben az állapotban talán minden ember egyenlő, legalábbis ezt szeretném hinni. Ezen sok esetben és itt is utólag már kár agyalni. Ekkor még valójában senki sem sejtette, hogy egy igazi szörny született. Ez esetben a gének és az örökölt sors is közrejátszhatott egyébként. A gyilkos nő anyjának életútja megérne ugyanis egy misét. Összesen 15-en voltak testvérek, ebből 12-en csecsemőkorukban haltak meg. Ketten később már felnőtt asszonyként önkezükkel vetettek véget az életüknek. Borbála 8 évesen vesztette el az édesapját. A családi jövedelemforrás nélkül maradt, a gyermek pedig iskolába sem járt. Emiatt kamaszkorában már pénzkeresetre szorult, és ki fogjátok találni, hogy miből kereste a kenyerét. Elég, ha annyit mondok, hogy már 16 évesen nagyon-nagyon-nagyon aktív nemi életet élt. Nem csoda, hogy a rokonsága is hamar kitagadta a lányt. Valóságos bélyeget csütöttek rá, és az emberek már akkoriban is kerülni kezdték. Később már ugyan cselédként dolgozott, de a gazdáinak sokszor természetben fizette meg a lakhatásának költségeit. Már fiatal korában is kitűnt tehát, hogy sanyarú sorsa volt, de a feljegyzések szerint kifejezetten önsorsrontó volt. Az önsorsrontáson azt értem, hogy 4 férfitól született összesen 5 gyermeke a későbbiekben. Ezek közül volt az egyik a mi gyilkosunk, Jancsó Ladányi Piroska. Weisz Lipót kereskedő volt az apja. A férfiak akkoriban nem nagyon ismerték el az apasságot. Ladányi is csak 1949-ben hatósági nyomásra tett ennek eleget. A tartásdíjat egyszer kifizetett 600 forinttal váltotta meg, és soha többet nem foglalkozott lányával. Weisz Lipótot a II. Világháborúban deportálták, majd soha nem tért vissza. A korabeli jogszabályi változások miatt azonban a törvénytelen gyermek is örökössé vált, így jutott hozzá a család az üresen álló Vörös Hadsereg útja 171, ma Széchenyi út alatti épülethez. Ezt megelőzően az özvegy és a szegény Jancsó Máriánál laktak. Elég csak annyit mondanom, hogy az épületet onnantól kezdve csak bordélyházként emlegették a helyiek. Persze kívülről semmi extra.
Sárga a festett kis parasztház volt, három helyiséggel emlékezett vissza egy akkori gyámügyes, aki azt is leírta, hogy a kapun benyitva a tornácon kellett végigmenni, aztán jobbra fordulni a konyhajtó felé. De a kapura Jancsóék beköltözése után nem sokáig volt szükség. A kerítést ugyanis télen feltüzelték, nyáron már csak keresztül vágtak az udvarukon, a méteres gyom közt taposott ösvényen a konyhajtóig. Egyszerre jártak férfiak az anyához és a lányához. A kuncsaftok gyakran nem is pénzt, hanem zsírt, kenyeret vagy szalonát adtak nekik az együttlétekért cserébe. Az anyuka ideje nagy részében ezt a nemtelen szakmát művelte, miközben csavargott, italozott és lopott, nagyon-nagyon rossz hírük volt a városban. Többször és többfajta nemi betegséget is elkaptak a szovjet katonáktól, az orvosok mindegyik alkalommal azonban kigyógyították őket. Jancsó Ladányi Piroska 1953 nyarán ismerte meg a 11 éves komáromi Marikát, aki a város határában legeltette a teheneket. Már ekkor kiszemelhette magának, ugyanis később a saját házukba is elcsalta, és ekkorra valami elborult nála, de végleg. Talán nem tudott a túlságosan egyhangú nemi élete miatt kialakuló képzeletbeli hangoknak ellenállni. Talán több adrenalinra, izgalomra vágyott, vagy talán maga a gonosz érintette meg. Senki sem tudja, de akkor tört el benne valami, és lépte át azt a bizonyos vörös vonalat. Míg a lányjal egy ponyveregényt olvastatott, egy villanyhozal darabbal hátulról megfojtotta. A holttestet levetkőztette, arccal fölé terpeszkedett, hogy szexuális vágyait kiélje. Később pedig répát dugott a saját nemi szervébe is. A többit pedig hadd ne részletezzem. Miután végzett, letakarta egy pokróccal, a nyakára húrköt kötött és kihúzta a lakásból, majd fejjel lefelé bedobta a tornácon lévő kútba. Abba a kútba, amelyet a későbbiekben aztán emberekkel kezdett eletetni. A következő áldozatra már nem várhatott sokat a halál kútja. Az előző kislányhoz kísértetiesen hasonló módon végzett Hoppá Piroskával is, aki ekkor lehetett 13 éves, amikor átcsalta és 1954. június 9-én meggyilkolta. A holttestnek megtekintette a nemi szervét, azt nyalta, majd egy sárga répát dugdosott a saját nemi szervébe és így elélvezett. Ezután a holttest nemi szervébe egy seprűnyél végét bedugva lemérte annak mélységét. Később Hoppá Piroska kilógó nyelvéhez dörzsölgette a saját nemi szervét, és közben a holttest mellét fogdosta. Újból elélvezett. Ezt követően áldozatát bedobta a kútba, ruháit pedig elrejtette a kamrában. A nála talált 200 forintot pedig eltette. Rá egy hónapra, augusztus 9-én a 17 éves Simon Irénnel végzett. Őt szintén villanyhuzallal folytotta meg, de vele nem fajtalankodott, mert úgy látta, hogy nemi betegségben szenved. Levetkőztette, őt is bedobta a kútba, a lány ruháit és a nála talált 30 forintot pedig eltette. Piroska negyedik áldozata a 12 éves Botos Marika a mezőtúról jött át a keresztanyjához nyaralni. A gyilkos azonnal a közelébe tüsténkedett és felajánlotta, hogy segít elvinni a csomagját. Még útközben becsalta abba a bizonyos sárga parasztházba, ahová a korábbi áldozatait is. A lányt végül egy pamut zsinórral folytotta meg, majd őt is a feneketlennek tűnő emberzabáló kútba dobta. Természetesen csak azután, miután kiélte rajta nemi vágyait. 1954. augusztus 14-én jutunk el az ötödik áldozathoz. A helyszín egy vasúti pályaudvar, ahol a 12 éves szőke katókát nézte ki magának. Szintén ugyanazzal a mondókával csalta előt is, hogy segít neki a csomagjaival, de be kellene menni a nagy sárga parasztházba segítségért. Onnan azonban már nem volt visszaút a szegény kis katókának. Őt végül egy nadrág szíjjal folytotta meg. Holttestét lemesztelenítette, fajtalankodott vele, majd bedobta a kútba, a ruháit pedig megtartotta. Jancsó Ladányi Piroska az elvett ruhákat és a cipőket az ócska piacon eladta, darabjáért 15-20 forintot kapott. A legtöbbet Hoppá Piroska kabátjáért, ingéért és szandáljáért kapta. Összesen 45 forintot. Az eltűnéseknek hamar híre ment, a szóban forgó áldozatok ugyanis nem kerültek többé elő. A helyiek rettegni kezdtek és nem engedték utcára a gyermekeiket sem. Egyfajta pánik alakult ki Tölökszent Miklóson. A Szolnok megyei rendőr főkapitányság bűnügyi osztályához került végül az ügy. Az összességében ma már kijelenthető, utólag visszanézve az ügy teljes egészét, hogy kezdetben szándékosan senki sem vette komolyan az egészet. Általánosan elterjedt mantra volt ugyanis akkoriban, hogy a szocializmusban nincs bűnözés. Ezért minden hasonló ügy, ami ennek az ellenkezőjét mutatta, vagy el volt tusolva, vagy elsikkadt figyelemhíján. Ebben pedig vastagon benne volt a hatóságok keze is.
Vannak azonban olyan ügyek, mint ez is, ami áttörte végül az inger küszöböt, és már akkor a pánikot okozott a helyiek körében, hogy muszáj volt elővenni. Jancsó Piroskát talán soha nem kapják el, vagy legalábbis jóval később, ha nem lett volna olyan mohó, hogy ne tudjon leállni. Ekkor már ráérzett ugyanis a halál ízére, a gyilkolás élvezetére. Végül ugyanis épp a következő kiszemelt áldozata okozta a vesztét. 1954. szeptember 2-án este 9 órakor Balázsi Istvánné, 21 éves pusztakengyeli lakos volt az, aki rács mögé juttatta a sorozatgyilkost. Balázsi Istvánné Szolnokon keresett munkát. Piroskához hasonlóan szintén könnyűvérű nő volt. Ketten megbeszélték, hogy a tiszaligeti vidámparkba mennek mulatni. Végül mindketten más férfival szórakoztak. A későbbiekben egyfajta barátság alakult ki közöttük. Egyszer Piroska megkínálta Balázsinét pálinkával, aki egy kis kupica után elálmosodott. Mivel a szoba nagyon koszos volt és Jancsóék és a három gyerek is ott tartózkodtak, a gazos kertben feküdt le egy pokrócra. Balázsiné este felé arra ébredt fel, hogy Piroska egy a nyaka köré tekert drótkötéllel próbálja megfojtani őt. Félelmében erőt vett magán és birkózni kezdett a lánnyal. Végül sikerült kiszabadulnia, majd a rendőrségre vette az irányt, ahol elmondta, hogy Jancsó Ladányi Piroska ezen kívül a zsákruháját is ellopta. Hamarosan őrizetbe vették a gyilkost, aki azonban mivel nem beszélt a ruhákról, így egyből házkutatást tartottak nála. A kivonuló rendőrök soha nem felejtették el azt, amit aznap találtak. És azt az embertelen, orrfacsaró bűzt sem, amit ott annál a bizonyos kútnál állva éreztek. És a látvány az valami borzasztó volt. Ez egy 10-12 méter mélységű kút volt. A feltételezések szerint akkor került a kapu mögé, amikor a házat korábban átépítették, és egykor az ott álló régebbi házat lebontották. Bevilágítottak az aknába, ahol a vízben és az iszapban oszladozó emberi maradványokra bukkantak. Aki elsőnek ment le a kútba, így számolt be a történtekről. Odalent nagyjából ülőhelyzetben egy leányka holttestét lehetett látni. Teljesen mesztelen volt. Feje oldalra dőlt, a vízből kiálló fél arca össze volt zúzva. A fej mellett pedig egy talp is látszott, és további testrészek, valamint egy katonai nadrág szíj. A kút feltárása több órán át zajlott. Ez a kút volt maga a pokol kútja, minden emberi beteg elme fizikai leképeződése. A sátán verme. Egyszerűen nem tudok rá jobb hasonlatot. Abba pedig bele sem gondolok, hogy esetleg az öt áldozat közül valaki talán épp ott élt utoljára magához, a rothadó testek között a sötétben. Előkerültek Szőke Kati, Botos Marika, Simon Irén, Hoppá Piroska és Komáromi Marika maradványai. Mivel a rendőrök meggyőződése szerint ezeket a gyilkosságokat Jancsó Ladányi Piroska nem követhette el úgy, hogy az anyja ne tudjon róluk, ezért őrizetbe vették a 45 éves Jancsó Borbálát is, mint a ház tulajdonosát. Mivel a lakosságot nem tájékoztatták hivatalosan semmiről, mindenféle szóbeszéd járt az áldozatok számát illetően. A Törökszent Miklósi piacon az asszonyok között az is felmerült, hogy máshol is lehetnek még megölt gyermekek, valamint hogy az előző nap is a kukoricaföldön bekötötték egy kisfiú száját és elvitték. A közvéleményt az is foglalkoztatta, hogy Jancsó Piroska vagy pedofil orosz katonák voltak-e az elkövetők. A nyomok azonban nagyon egyértelműek voltak és megcáfolhatatlanul Piroskához vezettek. Egybehangzó információk szerint Szolnokról 5 cinkel bélet faládát hoztak, melyben holttesteket helyezték. A bűz néhány száz méteres körzetben is terjengett, később klórmésszel szórták le az egész helyszínt. A ládák a Szolnoki Kórház bonctermébe kerültek, ahol szeptember 4-én vizsgálták meg a nagyon rossz állapotú maradványokat, személyazonosságok megállapítása sem volt könnyű. A három szakértő nem tudta megállapítani, hogy az áldozatok szüzen haltak-e meg, ugyanis tényként kezelték, mind a nyomozók, mind pedig az orvosok, hogy Jancsó Piroska egy seprűnyéllel is megbecstelenítette az áldozatait azok halál után. A szülők az azonosítás alkalmával a sok hatására vagy nem akarták, vagy nem ismerték fel a saját gyermekeiket. A halott szemlét követően egyik család sem akarta hazaszállítatni a holttesteket, így 1954. szeptember 7-én az öt koporsóban a Szolnoki Kőrösi úti temetőben helyezték el őket örök nyugalomra a 11-es parcellában, 100 évre megváltott díszsírhelyen. A sírokat fakeresztekkel jelölték meg. Jancsó Ladányi Piroska először nem akart beszélni az általa elkövetett rémségekről, majd írásban hajlandó volt azt később megtenni. 5-6 évvel ezelőtt az Ócska piacon vettem ilyen 20 filléres regényeket, és az egyik könyvben írtak arról, hogy egy férfi és egy nő mit csinál egymással, nyalnak meg ehhez hasonlókat, és kíváncsi lettem.
Megkértem a 6 éves öcsémet, hogy próbáljuk ki, és ő nyalt nekem. Ez engem úgy csiklandozott. Amikor kijártam a katonákhoz, összetalálkoztam ott Kozma Marikával. Elhívtam hozzánk és meséltem neki erről a könyvről, de ő hallani sem akart erről, és akkor gondoltam, hogy megfojtom és megnézem. Nem gondoltam rá, hogy milyen bajt csinálok, csak az érdekelt, hogy kié milyen, meg hogy hogyan nyaljak én. Vallotta be. És hogy mi lett a kegyetlen gyilkos sorsa? Természetesen az akkori időkhöz mérten a legkegyetlenebb büntetést kapta. Miután megtudta, hogy halálra ítélték, állítólagosan azt mondta, hogy nevetik én még az akasztófa alól is a világra. Az ügyben hírzárlatot rendeltek el, és a halálos ítéletet pedig 1954. december 12-én a szolnoki börtön udvarán hajtották végre. Az áldozatok családtagjainak a pitófától nem veszte biztosítottak helyet. Piroskának nem tudták teljesíteni az utolsó kívánságát, hogy láthassa Mihály nevű fiát. Sorsába beletörődve lépett az akasztófához. Az ötszörös gyilkos valamivel 10 óra után halt meg. Az eseményről szóló tudósítást emesorokkal zárták a Szolnok megyei Néplapban. És beteljesedett az ítélet, elpusztult a földről a dolgozó, szerető, törekvő társadalmából az emberi dúvad. A szolnoki Kőrösi úti temetőben földelték el a régen hivatalozó mögötti temetői árokban. Az 1950-es évek végéig ide kerültek a nem keresztényi halállal meghalt öngyilkosok, valamint a gyilkosok, névtelenül és jelöletlenül. Bár az élet útjából körvonalazódik, de valójában soha nem tudjuk meg, hogyan változott igazi szörnyeteggé ez a nő. Az nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a túlhajszolt nemi életét az okozta, hogy 20 éves korára beleunt nemi igényei normális kielégítésének módjába, és újat számára eddig ismeretlent keresett. Érdekesség, hogy az anyját, Jancsó Borbálát először csak rövid szabadságvesztésre ítélték. Ezt végül szintén halálbüntetésre súlyosbították, de azt végül nem hajtották végre, mert kegyelmet kapott. Ám szabadulása után nem sokkal hamarosan meghalt. Ez az egész eset arra világít rá, hogy nem csak a jelenben, hanem a múltban is boldog békeidőknek titulált korszakban is szörnyek jártak közöttünk. A szomszédjaink voltak, a munkatársaink, a közeli ismerőseink. Nem tudhattuk. A legbetegebb elmék ugyanis a legveszélyesebbek, mivel bármit el tudnak hitetni magukról. Kiváló feleségek, férjek, gyakran pedig, ha nem is élnek mintaéletet, a gyilkolást azért nem tudnánk elképzelni róluk. Éppen ezért tudnak aljas módon a bizalmunkba férkőzni, és a hálójukat a leendő áldozataik köré fonni. Gyermekek és fiatalok sérelmére elkövetett bűncselekmények mindig is voltak és lesznek. Azonban apró pici emberéleteket menthetünk meg azzal, ha folyamatosan résen vagyunk. Ordibálást hallasz a szomszédból. Furcsán viselkedik a munkatársad kislánya. A gyereked óvistársa állandóan foltokkal jelenik meg a testén. Ilyenkor érdemes elgondolkodni, vagy akár utána is menni a dolgoknak, mielőtt valami igazán borzalmas történik. Tulajdonképpen ezért is nevezzük magunkat társadalomnak. Egy társadalomban ugyanis senki sincs egyedül, így a ránk és a gyermekénkre vadászó szörnyek elől menthetünk meg vele valakit. Egy emberi élet pedig mindennél többet ér.